tűz. Elítélték sorba mind a 13-at, szőttek fontak a nyakokba 1000 vádat. Elnevezték felségsértő pártütőknek, mert a magyar szabadságért harcra keltek. Aradi vár, Aradi vár, halál völgye, 13 magyar ütész temetője. Viruljanak környékeden szép virágok, felejthetetlen legyen az ő haláluk. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke, föld alól. E nagy napon, hol emlék s békelem, a búzsbitókra hittel nézetek. Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, minden napnál szebb és szabadabb. A nap, melyért mi vérben esve áll, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, hisz onnan jönnek mind e sugarak. Hisz onnan árad új világ felett, szent háromságunk, mely jövőt teremt. Szabadság minden népnek, aki él, s halni jött egy megváltó hitért. Egyenlőség, hogy ember ne legyen mások szabad prédája, becstelen. Testvériség, mely át világokon kézt fog kézbe, hisz mind rokon. Ó, magyarok, ti élő magyarok, halhatatlan élet úgy ragyog rátok, ha az egekbe lobogón, igazság lány a lobogótokon. Az igazság, mely tegnap még halott, világ bírájaként föltámadott. A népek szent szövetségébe ti úgy lépjetek, mint Kossuth népei. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke így felol. A tábornokok kivégzése bevezetőjét is jelentette egy megtanuló hullámnak, melynek során további mintegy 30 volt honvédtisztet kivégeztek, és vagy 600-at ítéltek halálra, majd kegyelemből sok évi fogságra. Ha a rájuk rót halálos ítéletet elkerülték is, derékba tört éles sorsuk. A várfogságban töltött nehéz évek alapján épp úgy október 6-a áldozatai, mint a kivégzett társai. Október 6-a azóta is a magyar nemzet gyásznapja. A 13 tábornok Aradon és Batthyán Lajos Pesten emberfeletti bátorsággal viselte el a halált. A szabadságharc bukása után a teljes terror jegyében a vértanúkról említés sem lehetett tenni. Illegálisan annál többet beszéltek róla. Az a hősies katonai teljesítmény, amelyet a magyarság akkor felmutatott, olyan rokon szenvet váltott ki Európa, sőt Amerika szerte, amely a nemzet reményeit táplálta, hogy egy kedvező fordulat alkalmával egyszer véglegesen kihívhatja a függetlenségét.